Mindenkit szeretettel üdvözlök. Áron kért fel erre az előadásra, de annyira, hogy meg is adta azt, hogy milyen kérdésekre szeretne választ kapni. Itt olvasható, itt a honlapotokról vágtam ezt ki, hogy mik a jó primek tulajdonságai, a PQ arányról, a primtesztelést hány ciklusig kell futtatni, és így tovább, ez szépen ki van írva. Hát ezekre a kérdésekre tudnék röviden válaszolni, és akkor 5 perc múlva hazamehetnénk, mert direkt kérdésekre lehet egyértelmű választ adni. Tehát azt remélem, hogy nem csak a válaszra vagytok kíváncsiak, hanem a miértekre is. És az egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, hogy azt is megértsük a válaszok mögött, hogy miért. Óriási ez a téma, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és miután ez egy önképzőkör, és mindenki azért van itt, hogy képezze magát, én inkább azt választottam, hogy sokkal többet írtam a diákra, mint amit el fogok mondani, de majd fönt lesz PDF-ben a honlapotokon, és aki valamelyik kérdésnek utána akar nézni még, az vagy itt látja a bizonyítását a diákon, amit én most jó néhányat át fogok ugorni, mert nem férünk bele az időbe, de meg tudja tenni, vagy pedig lesz link ideírva, és akkor rákattint, és el tudja olvasni. Akit meg nem érdekel, az annak nem rabolom itt az idejét annyira. Tehát ezért sokkal több van a diákon, mint amit el fogok mondani. Hát alapvetően ugye az RSA-ról beszélünk, az RSA egy speciális kriptográfiai algoritmus, de amikor az RSA biztonságáról beszélünk, és ahhoz, hogy a kérdésekre választ tudjak adni, ahhoz az RSA biztonságát kell elemezni, és akkor tudunk választ adni ezekre a konkrét kérdésekre. De ahhoz, hogy egy algoritmus biztonságáról tudjunk beszélni, nem csak csupán az algoritmustól függ, hogy biztonságos-e az alkalmazása, hanem az egész kriptográfiai rendszerről. A szakirodalom bizonyos csoportosítása szerint úgy szokták venni, hogy vannak a primitívek, mi régen erre gondoltuk, hogy az algoritmusok, de az algoritmusok jóval többek, mint maguk a kriptográfiai primitívek, de most első körben gondoljuk azt, hogy a kriptográfiai primitívek az algoritmusok. Ezek köré épülnek az úgynevezett kriptográfiai sémák. Most első körben gondoljuk azt, hogy ez az valami, hogy mit kell csinálni még az algoritmus, hogy működhessen, például az üzenettel föl kell darabolni, vagy ha mondjuk a dash-re, AS-re gondolunk, akkor az üzemmódjaiba valahogy föl kell fűzni, tehát valamit még adó oldalon egy csomó mindent kell csinálni, ezt jelenti a kriptográfiai séma. Aztán természetesen, hát ez ha a kommunikációt védi, akkor a két fél között valamilyen protokollt ki kell alakítani. A kriptográfia protokoll, ahhoz már két fél kell a séma, míg az egyik oldal, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy tudjon titkosítani például. Az egész sokszor egy nagy kriptográfia alkalmazás rendszerben van beleágyazva, hát például egy vállalatnál nagyon sok résztvevő van ott a kulcskiosztástól kezdve, vagy egy-egy alkalmazásra gondolunk itt a SET-re, ugye a pénzügyi tranzakciós rendszerre, az tele van AS-sel, hitelesítéssel, kulcskezeléssel, tehát az egy sokkal bonyolultabb dolog, annak csak a pici része az, hogy van egy RSA benne, ugye, vagy van egy AS benne, az maga a primitív benne, de hát azért ez egy sokkal bonyolultabb dolog. És hát amiről nem szabad elfelejtkezni, hogy ma általában ez beágyazódik egy informatikai rendszerbe, a gépünkön fut, annak van használata, és majd látni fogjuk az RSA esetén is, hogy bármelyiknél valami hibát csinálunk, bármelyik szinten, akkor az egész védelmet veszélyeztetjük. Jó néhány példát fogunk látni arra, hogy az egyes szinteken milyen hibákat lehet elkövetni. Tehát nem csak maga szűken az algoritmus az érdekes. Na most a témánkra térve, a kriptográfiában egy óriási paradigmaváltást hozott 1976-ban Diffie-Hellmannak az alapvető cikke, ami az IEEE-ben jelent meg.
ugye, amiben fölvetette az egész nyilvános kulcsú rendszer elméletét, fölvetették, hogy hát ma az internet korában nem normális az, amit korábban, 76 előtt mindenki gondolt, hogy úgy kell titkosítani, hogy van valamilyen titkos kulcsunk, azt valahogy kicseréljük biztonságos csatornán, és utána tudunk titkosítani. Hát ez az internet korában nem jó. Fölvetették az elméletet, sőt egy példát is mondtak, és ez mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, ugye a Diffie-Hellman féle kulcsegyeztetés, az már ebbe a cikkbe megjelent, mint egy példa. De igazából nem erre gondoltak, hogy ez annyira el fog terjedni, mint ahogy elterjedt ma protokolljainkban, hanem ők csak egy példát mondtak, hogy lehet úgy is, hogy nem találkoznak. És hát nem sokkal később, egy ideig nem ismert senki titkosító algoritmust, csak még nem is hittek benne, hogy lehet konkrét titkosító algoritmust úgy, hogy nem találkozunk, és mégis tudunk titkosítani. Amikor 77-ben Rives, Shamir és Edelman publikálták a nevükről elnevezett RSA algoritmust, ugye, és hát ennek a matematikai alapja azt még visszanyúlik az 1600-as évekbe Fermához, és hát ugye a kongruenciákhoz, vagy ki hogy hallott, a maradékos osztás, hogy valamit elosztok valamivel, és mennyi a maradéka, hát ezt így rövidítjük, hogy ilyen három vonallal. Néha nem tudtam kiírni a három vonalat, csak két vonal, de ha odaírom, hogy moduló valami, akkor arra gondoljon mindenki. És hát ez ugye mindenki előtt ismeretes, hogyha egy P' számunk van, és bármilyen olyan A számra, ami nem többszöröse a P-nek, az A számot fölemelem, a P-1-re az egyel kongruens. Ezt továbbfejlesztette Euler az 1700-as években, amikor nem a P' számra, hanem bármilyen N-re, ahol a phi N jelöli az N-hez relatív prímek számát. És erre is igaz, és hát különböző szép kis tételecskék vannak, de amit mindenki tud, hogyha az n az két prim szorzata, akkor az phi n az a phi p szer phi q, ami a phi p az a p minusz 1, tehát a p minusz 1 szer q minusz 1, ezt mindenki tudja, és hát egy kis példácska itt van arra, hogyha p 3, q 5, n akkor az nyilván a szorzatuk az 15, a phi n az ugye a 2-ször 4, az a 8, és akkor, ha fölemelem a 7-et, itt a 7 az x, látszik az a pici x, látszik talán. Fölemelem a 7-et az első, második, harmadik, stb. 8. hatványra, a 8. hatványnál azt várjuk, hogy az 1 legyen, és tényleg 1 is. Fölhívom a figyelmét, mert a 4. hatványra, hogy az is 1, majd erről még lesz szó elég sokat. Csak hogy a jelölésrendszer azonos legyen, ez mindenki által ismert, csak röviden elmondom még egyszer, hogy az RSA lényege az, hogy van egy prekondicionálás, hogy amikor én azt szeretném, hogy valakik tudjanak nekem titkos üzenetet küldeni, akkor nekem, ha én vagyok itt a dián, az nagyával jelzett valaki, akkor kell generálnom két nagy prímszámot, a nagy idézőjelben van, mert az mindig változik, hogy mit értünk nagy alatt, és ez is a kérdések között fog szerepelni, hogy ma mit értünk nagy alatt. Ez a P és a Q a hagyományos jelölésben, össze kell őket szoroznom, miután ismerem a PQ-t, ki tudom számolni a phi n-et, a P-1 szer Q-1, kell választani egy E számot, egy és phi n között, amely relatív prim az a phi n-hez, tehát a legnagyobb közös osztójuk az 1, az n-nek és a phi n-nek, és hát ehhez ez azért kell, hogy ki tudjak hozzászámolni egy d értéket, hogy az SRD az kongruens legyen egy moduló phi n. És akkor nyilvánosságra lehet hozni az n-e párt, és én, aki ki tudtam számolni a d-t, mert a phi n-et ismerem, mert ismerem a p-t és a q-t, ugye, én ki tudtam számolni a d-t, de ez a titkos kulcs. Viszont az n-e pár az nyilvános. Ide leírtam, mindenki, akit érdekel, az láthatja, hogy hogyan lehet a d-t kiszámolni, ha konkrétan ki akarja számolni, de most azonban nem megyünk bele. A titkosítás, ha van egy üzenetem, általában az üzenet, tehát m-mel szokták jelölni a message-ből, a
titkosított szöveget, a cipherből a C-vel szokták jelölni, akkor azt föl kell darabolni ennél kisebb részekre, ez például a séma része, ugye, hogy föl kell darabolni, és akkor ki kell számolni az MI-nek, az i-edik darab üzenetnek az e-edik hatványát, moduló n, hát ez lesz a i-edik darab titkosított szöveg, ezt mindenki tudja, és azt is mindenki tudja itt a jelenlevők közül, hogy én, aki tudom a P-t és a Q-t, mert én generáltam, és én, aki ebből ki tudtam számolni a D-t, én föl tudom emelni ezt, ha megküldi nekem valaki a C-i darabokat, akkor föl tudom emelni a D-edik hatványra moduló N, és mindenki le tudja ellenőrizni, hogy a decryption, encryption egymás utánia az ezzel az algoritmussal az visszaadja az i-edik üzenet darabot. Ez mindenkinek általában ismert. Miért hatékony? Hát azért hatékony ez az eljárás, mert a hatványozás az idézőjelben gyors, mert egy k-bites számot, ha fölírok egy bites sorozattá, nem tudom, ezt a múltkor mesélted, de a te előadásodban, amikor az RSA-t példákat előhoztál, nem? De mindenki ismeri, hogy fölírom, mint egy bit sorozat, akkor ahány bit hosszú, annyiszor négyzetre kell emelni azt az üzenet darabot, és ezeket a négyzet darabokat össze kell szorozni ott, ahol egyes bit szerepel a hatványban, az E hatványban, vagy megoldásként akkor a D hatványban, ott fönt van egy kis példa, nem olvassuk végig. De ha úgy akarja valaki támadni, és, ja, és ennek a művelet igénye nyilván logaritmusa, a kettes alapú logaritmusa annak a számnak, amire föl akarom emelni, és annyiszor kell négyzetre emelni, és ennek a fele általában az egyes, annyiszor kell szorozni. Tehát ilyen értelemben lokká négyzetremelés és lokká fél szorzás van, viszont ha a D-t valaki ki akarná próbálni, akkor arra kettő a k-adikon próba kellene, az nyilván sokkal több. Szintén a hatékonysághoz tartozik, és erről majd lesz szó, hogy léteznek gyors algoritmusok, a paraméterek nagyon nagy prímek generálására, és hát nyilván össze is tudjuk ezeket szorozni, de nem ismertek kellően gyors algoritmusok, ha valaki a nyilvános kulcsokat, tehát az N-et ismeri, ennek a faktorizálására, amennyiben kellő méretű prímeket használunk, erre nem ismertek. Egyébként még csak ismétlésként, mert szó lesz a digitális aláírásról is, hogy aláírásnál ugyanez a séma van, csak ha ott nem én várom az üzenetet, hogy nekem küldjenek titkos üzenetet, és én generáltam ezt a rendszert, a prekondicionálást, hanem én alá tudok írni egy üzenetet úgy, hogy fölemelem a titkos kulcsomra. Általában nem az üzenetet írjuk alá, hanem összetömörítjük modulusnál kisebb darabokra, hash függvénnyel szoktuk összetömöríteni, és azt az összetömörített valamit, hogy csak egyszer kelljen, ne kelljen ilyen M1, M2, MI darabokra megcsinálni, azt emeljük fel a D-edik hatványra, és mindenki, aki ismeri az én nyilvános kulcsomat, az N-et párt, az le tudja ellenőrizni, ha ismeri, megkapja az üzenetet is, hogy ezt valóban én írtam alá, az aláírásom, az S, a signature, az E-ediken, az tényleg visszaadja-e azt a hash képét az üzenetnek. Tehát ugyanez a séma aláírásra is jó, és majd lesz szó róla, hogy az RSA az aláírással szemben hogy néz ki, milyen veszélyek vannak. Mi az, hogy nagy szám? Hát igazából a Rivers-Shamir Edelman, amikor megalkotta a rendszerét, ők úgy gondolták, ami azért többé-kevésbé részben ma is igaz, hogy nagyon függ az RSA biztonsága attól, hogy tudunk-e faktorizálni nagy számokat, mekkora számokat, mert ha valaki tudja faktorizálni a nyilvános N értéket, föl tudja bontani P-re Q-ra, ugye, akkor ő is a D-t ki tudja számolni, és megfejti az üzeneteket, amit nem nekik szóltak. Ezért ők nyilvánosságra hoztak nagyon sok úgynevezett RSA számot, generáltak különböző méretű prímeket, összeszorozták, nyilvánosságra hozták, pénzdíjat is kitűztek mellé, és aki megmondta például ez a 232 decimális jegyű szám, ami ha bitekbe írtam volna föl, akkor 768 bit lett volna, hogy az melyik két számnak a szorzata,
ezért 50 ezer dollár járt. Ilyen könnyen pénzt keresni ugye ritkán lehet, csak hát nem, még se használták sokan ki, de végül is ez a legnagyobb egy RSA számok közül, amit eddig faktorizáltak egyébként. Ez jóval nagyobb már az 512 bitnél, ami korábban a standard volt a modulusra. Ezt 2009 végén faktorizálták, hát igazából nem tudjuk rá ellenőrizni, csak az utolsó számjegyét így ránézésre, az úgy stimmel, azt láthatjuk az utolsó számjegyet. Egyébként ami ma elvárás, hogy egy kicsit előre szaladjak, az a 2048 bites RSA, erre annak idején 200 ezer dollárt tűztek. Mondhatni, hogy ez még szabadon van, de visszavonták azt, hogy most már, ha valaki fölírja, akkor nem kapja meg. Bezárult ez a pénzdíjas projekt sajnos, pedig most nekiállhatnánk gyorsan reggelig megcsinálni közösen. Itt vannak olyan matematikához értők, hogy hát, ha sikerülne. Na mindegy, de hát egyenlőre ez még, ennek még nem, ez csak még ők tudják, akik konstruálták, hogy milyennek a két prim tényezője. Ugye világos, hogy a RSA-nak mik az előnyei, hogy könnyen érthető algoritmus. Szervusztok, gyertek! Mert hát ennyi idő alatt, pillanatok alatt el lehetett mondani, és meg mindenki tudta is itt a jelenlevők között. És van még egy óriási előnye, hogy biztonsága, legalábbis amiről eddig beszéltünk, a klasszikus faktorizációs problémára vezethető vissza, ez a IFP, Integer Factorization Problem, de ennek egy speciális esete az RSA IFP, ami két prim szorzatára kell bontani, mert teljesen máshol, nem a RSA prímekre. És az mindig jó, amikor valami klasszikus problémára visszavezethető, mert az egész világon tudni lehet, hogy hogy áll ez. A tudósok rengeteg egyetemen, kutatóintézetben kutatják, hogy hogy lehet faktorizálni, publikálják, tehát lehet látni, hogy körülbelül hogy van ez, és nem egy olyan titkos műhelybe itt a alaksorban konstruáltunk valamit, és akkor vagy valaki tudja a gyengéjét, vagy nem. A hátránya, hogy hát ez ahhoz, hogy biztonságos legyen, ennek a két primnek nagyon nagynak kell lenni. Ugye érzi az ember az előzőkből is, hogy és itt a következő mondat az, hogy nagyon számítástársigényes, mert ha visszamegyünk, például ennél a RSA 768-nál azt kell elgondolni, hogy van egy ekkora üzenet darabom, mint ez a fönti rész, és azt föl kell emelni mondjuk egy ekkora számra, moduló egy ekkora szám. Hát azért ez, akárhogy nézzük, ez húzós dolog, tehát azért ez számításigényes, ezért nagyon fontosak azok a kutatások, hogy hogyan lehet gyorsítani ezt a számolást. Több ötlet merült föl. Az egyik ötlet az, hogy hát használjunk kis E-t, ezt Áron is megkérdezte, majd fogunk a végén válaszolni a kérdésre. Mert természetes, ha az E az nyilvános, nem kell kipróbálni, hát akkor az lehet kicsi is. Most nyilván, ha az E például 3, és nem egy ekkora szám, mint az előző dián volt, hát akkor az sokkal gyorsabban föl tudok egy ekkora számot a harmadik hatványra emelni, mint egy ekkora számot egy ekkora hatványra fölemelni, és úgyse kell kitalálni, tehát tök mindegy. Gondolja az ember. A másik az, hogy legyen kicsi a D. Együtt ez nem megy, mert az SRD-t nem tudjuk együtt kicsinek megválasztani, és attól függ, hogy milyen alkalmazás van. Például, ha május 20-án a NAV-nak be kell küldeni mindenkinek az adó bevallását, és mondjuk RSA-val titkosítanánk, a NAV meg egyszerre megkapna pár millió adó bevallást, akkor neki az lenne jó, ha a D lenne a kicsi, hogy gyorsan meg tudja oldani. Ha meg ő küld ki nagyon sok levelet valamiért egyszerre, akkor neki az E lenne jó, hogy titkosítani tudjon gyorsan. Tehát ez az alkalmazástól nyilván függ. De vannak más gyorsítások is, hát nem tudom mennyire ismertek. Gyorsszorzási algoritmus, ez a Karacuba módszer, ami valami olyasmi a lényege, itt le van írva. Nagyon nagy számokról van szó, és nem így a hagyományos, ahogy iskolában tanultunk, hogy elkezdjük részenként beszorozni, aztán összeadjuk, hanem vágjuk két darabra, a két darabból egy kicsit manipulálunk, és akkor már is sokkal gyorsabb lesz, és a hossznak a négyzete helyett
a hossznak az 1,585. hatványán val meg egy konstans szorzó van, ott azzal arányos, és ez például 2048 biten, ez így néz ki, hogy 177 ezernek valahányszorosa, vagy a 4 milliónak valahányszorosa jön ki, ha ezt mindig végig darabolják, de hát ez a Karacuba módszer. A másik a gyorsabb hatványozás, mert itt hatványozni kell, ez is nagyon elterjedt, hogy ez a sliding windows féle módszer, hogy gyakorlatilag, ha a bit sorozatokban azonos biteket találok, akkor nem kell mindig azt ugyanazt kiszámolni. Itt ez a kis példa azt mondja, hogy ha az E az 45, az, ugye akkor föl kell emelni valamit a 45. hatványra, az ugyanaz, mint a 5. hatványját fölemelném a 8-ra, és megszoroznám az 5. hatványjal. Nyilván a G az 5-et egyszer elég kiszámolni, és aztán gyorsabb az egész. Például az OpenSSL az 1024 bites, 5 bites ablakokat használ, ott megkeresi az ismétlődéseket, és azokat nem kell sokszor kiszámolni, hanem azokkal manipulál. Ezt most nem mondom el, van az, hogy hogyan lehet gyorsabban modulust számolni, ez egy kicsit bonyolultabb matematikája van, de erre is van módszer, illetve hát azt használják is, az OpenSSL-be is, meg nagyon sok protokollban. Van a gyorsabb megoldási algoritmus, nem tudom, ha mindenki ismeri, akkor átugorjuk a következő tételt. Ez a kínai maradéktételen alapul, ez nagyságrendileg a tesztek szerint 4-szeres gyorsítást ad, de ez csak a megoldásra jó. Az a lényege, hogy amikor én megkapok titkosított üzenetet, én ismerem a P-t és a Q-t, és ennek a segítségével gyorsabban tudok hatványozni. Itt le van írva a pinta példával is, ezt átugorjuk, nem akarom itt az időt húzni, erre mondtam, hogy akit érdekel, az meg tudja nézni, de a lényeg az, hogy kell bizonyos számításokat végezni moduló Q, moduló P, ami nyilván sokkal rövidebb, a fele olyan hosszú számok, mint az N, tehát akkora hatványokra, meg akkora modulusra kell számolni, és utána csak két szorzást, meg egy összeadást kell moduló N csinálni, és nem az egész számot kell az N-edik hatványa is olyan nagy számokra használni. Úgyhogy akit ez érdekel, a dián fönt lesz, és ki tudja bogarászni, hogy működik a kínai maradéktétel. Az egy kicsit általánosabb, de ez az RSA-ra adaptált kínai maradéktétel, hogy működik, de ez is egy lényeges gyorsítás. Egyet elfelejtettem az előbb megkérdezni, és ezért visszaszaladunk. Az a kérdés az, hogy lehet tippelni, hogy a biztonságot melyik gyorsítás érinti. Igen. Ez egy jó észrevétel, tehát a kis D nem lehet annyira kicsi, hogy ki lehessen próbálni. Ugye? Erre vissza fogunk térni, ez egy jó észrevétel. Melyik érintheti még a biztonságot, és melyikre gondoljuk, hogy nem érinti a biztonságot? Tehát gyakorlatilag ez egy logikus észrevétel, hogy valószínűleg a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os gyorsítás nem érinti a biztonságot, mert az csak technika. Ugyanazt csináljuk. Alapvetően... Ez a helyzet, hogy mindegyik érinti, ha a sidechannel támadásokat beveszünk, erről lesz szó, de nagyon jó az észrevétel, úgyhogy minden, de még arra nem reagáltunk, hogy még az E is érinti a biztonságot. Tehát ha csak a matematikai támadásokat vesszük, akkor csak az 1-es, 2-es érinti a biztonságot, mert matematikai ugyanazt csinálja. Ha a sidechannel támadásokat is vesszük, akkor mind érinti a biztonságot, hogy melyiket használják, így van. Jó, tehát a kínai maradéktétel is ez csak egy gyorsítás. Na és akkor most jutottunk oda, hogy röviden miről lesz szó, nem röviden lesz sajnos, de hogy miről lesz szó még a mai old összejövetelen. Két dologról, mert az Áron által feltett kérdéseket is érintette ez az A, hogy felhasználói oldalon hogyan lehet megfelelő paramétereket, kellően nagy prímeket generálni. Ahhoz, hogy megfelelő paraméterekről tudjunk beszélni, ahhoz sajnos a másik oldalt is elemezni kell, mert az mutatja ki a RSA kriptoanalízise,
hogy milyen gyengeségek lehetnek, és azokat kivédve olyan paramétereket kell generálni, és itt nem csak a prímekre gondolunk, de a prímekre is. Vannak matematikai módszerek, és vannak egyéb módszerek, aminek egyik ága a side channel, de van még más egyéb módszerek is. A matematikai módszerekről majd átnézzük azt, hogy hát a faktorizálni hogyan lehet, ha valaki a támadó faktorizálni akar. Lehetséges-e, hogy nem kell neki faktorizálni, mert a fient vagy a dét ennél gyorsabban is meg tudja határozni, más matematikai módszer lenne arra. Illetve lehetséges-e az, hogy az üzeneteket anélkül vissza tudja állítani, hogy faktorizálna, vagy a fient, vagy a dét meghatározná. Ezekről majd gyorsan áttekintjük. Hogyan tudunk nagy prímeket találni? Vannak determinisztikus módszerek, korábban csak ezeket ismertük, amelyek biztosan megmondják, hogy egy adott nagyon nagy szám, az príme. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy valamilyen módon generálunk valami véletlen módszerrel valami nagyon nagy számot, például ilyen 2048 bitet legenerálunk. Na most, ha a prímeket keresünk, akkor mondjuk a gyökét, 1024 bitet legenerálunk, és megpróbáljuk megmondani, hogy ez príme. Hát ezek elég lassú módszerek. A legkézenfekvő, favágóbb módszer nyilván az, hogy azt kezdenénk el, hogy osszuk el a gyökénél nem nagyobb számokkal, egy kicsit gyorsabb a gyökénél nem nagyobb prím számokkal osztjuk el, de hát mennyi szám van a gyök, mondjuk a, ha egy, itt az 1024 lenne az a prím méret, amit keresünk, annak a gyöke ugye 2512-en, hát addig el kéne osztani a prímekkel. Aki ezt tanulta, annak az tudja, aki nem tanulta, az, vagy nem hallott róla, aznak megmondjuk, hogy a x-ig a prímek száma, az a prím számtétel azt mondja, hogy x per ln x, ez a természetes alapulogaritmus. Ennyi. Hát ez aszimptotikusan, nagyságrendileg ennyi a prímek száma. Hát ebből rögtön kapjuk, hogy 2512-enig, nagyjából 2503-on számú osztást kell elvégezni, ráadásul jó nagy számokkal, tehát itt még az se egy művelet, nyilván az az osztás se. Most ha egy kicsit belegondolunk, hogy veszünk egy laptopot, hát nem tudom kinek milyen laptopja van, nekem még egy kicsit lassú laptopom van, de ha egy 2 GHz-es laptopom lenne, akkor egy másodperc alatt 2.31-en órajel lelketyeg az a laptop, akkor az egy nap alatt 2.46-on ketyegés, és ha egy utasítás mondjuk 4 órajel, akkor egy nap alatt az én laptopomon 2.44-en elemi műveletet tudnék elvégezni. Na jó, de hát összejöhetünk sokan, meg botnet hálózat, meg mitről mit, lehet 1000 PC-vel, az nem javít nagyságrendileg ehhez képest, mert 1000 az 2.1-en, ugye az akkor 2.54-en elemi műveletet tudnánk. Hol vagyunk még attól a 2.503-tól? Sehol. Tehát világos, hogy ezen az úton nem lehet. Vannak ennél lényegesen gyorsabb determinisztikus módszerek, de olyanok, amik ekkora számot ki tudnának számolni, olyanok nincsenek. Ilyeneket nem ismerünk, ilyen determinisztikus módszereket, hanem vannak a valószínűségű tesztek, amelyek ugyan nem döntik el teljes bizonyossággal, hogy a kérdéses szám prím száme, de ha sokszor végrehajtjuk, akkor tetszőleges kicsire hozhatjuk ki a tévedés valószínűségét a prím tesztnél. A prím tesztnél is úgy kezdték, hogy hát induljunk ki a Fermat tételből, ami már az előbb is szerepelt, ugye, hogy az A a P-1-en az kongruens egy moduló P, bármely olyan A egész számra, ami nem többszöröse a P-nek. Nos, nyilvánvalóan, ha veszek egy nagyon nagy számot, ilyen 1024 bites számot legenerálok, és azt fölemelem valamilyen A számra, abból levont egyet, tehát N-1 hatványra fölemelem. Ha azt találom, hogy az nem kongruens egyel, akkor az nem prim, mert különben a Fermat-tétel szerint egyel kéne kongruensnek lenni. Ugye ez világos, tehát ez egy nagyon jó megoldható dolog. Sőt, hát ugye
az a helyzet, hogy milyen átválasszunk. Van egy nagyon jó kis tételecske, hogyha, ja igen, ekkor úgy hívják, hogy ekkor az az A szám, amire kiderült, hogy nem teljesíti azt, hogy amit a Fermat tétel kimond, azt úgy hívják, hogy A az N összetettségének a Fermat tanúja, tehát az egy tanú, Fermat tanú, hogy összetett az N szám. Igen ám, de hogyha van egy Fermat tanunk, ez az A, akkor a összes számnak az N hosszú intervallum, tehát az összes 1024 bites számnak a fele az legalább Fermat tanú. Ezt mondja ki a tétel. Tehát jó eséllyel fogunk találni. Ez csak az, mert ha egy ilyen lenne ebbe a hatalmas intervallumban, azt nem találnánk meg. Ez azt mondja, hogy megcsinálhatjuk, mert a 1-2 valószínűséggel, ha a fele Fermat tanú, akkor megtaláljuk. A bizonyítás nagyon egyszerű. Látszik ez a kis színes valami? Tegyük föl, hogy az A az tanú, tegyük föl, hogy valami C-ig, különböző C-ig azok nem tanúk. Ez annyit jelent, hogy az A az N-1-en az nem kongruens egyel, a C-k viszont kongruensek egyel, mert ők nem tanúk. Ugye ennyit jelent. És akkor, ha beszorozzuk az A-t a C-ikkel, akkor kijön ebből a, mindenki egy pillanat alatt végignézi, nem akarom végigolvasni, hogy az A-szor C-ik is tanúk lesznek. És ebből mindenki látja, miután itt kellett az, hogy az A az N, és az N az relatív prímek, tehát a legnagyobb közös osztójuk az 1, hogy le lehet osztani, és ezek is mind különbözőek, az A-szor C-ik is, és ebből adódik a tétel, hogy legalább a fele tanú. Tehát ez nagyon jól használható, azaz, ha van tanú, jó az esély, hogy találunk egyet, hogy van tanú. Csak érdekességként említem, hogy Fermannak volt egy olyan sejtése, hogy az ilyen alakú számok, hogy 2, a 2 az n-edik n plusz 1, azok mindig prímek. Ezt egy ideig meg tudta nézni, a n egyenlő nullára ez 3-at adott, az 1-re 5-öt, a 2-re 17-et, és így tovább 4-re 65537-et adott, és ezek mind prímek. De ezzel a Fermat teszttel bizonyították 1961-ben, hogy a 13-ra ez nem prim, miután a 3-nak a megfelelő hatványa az nem egyel kongruens, tehát hasznos is. Ma az a sejtés, hogy nincs több ilyen Fermat prim, ezt azt hiszem 32-ig be is látták, de hát ezek egyre nagyobb számok, azért egyre nehezebb. Jó lenne ez Printesznek, ez a gyors kérdés, és hát erre Carmichael adta meg a választ. Azóta úgy hívjuk, nem ő nevezte így, hanem később nevezték el Carmichael számnak az olyan összetett számokat, aminek nincs tanúja, tehát hogy van olyan A szám, amelyre az A N-1-en az egyel kongruens, vagy itt de azt írtam, hogy A az N-en A-val kongruens, minden A egészre. Ugye az előző tétel csak azt mondta ki, visszamegyünk egy pillanatra, hogy ha van olyan A, akkor a fele az mind tanú. De az a helyzet, hogy lehet olyan N, aminek nincs ilyen tanúja, például az 561 az ilyen, 3 prim szorzata, bizonyítottak rengeteg szép tételt a Carmichael számokra, hogy legalább 3 prim szorzatából áll, meg hogy végtelen sok van, meg nagyon-nagyon sok széttételt bizonyítottak rá, de az előző, tehát itt ami van, hogy az 561 ilyen, azt nagyon könnyű megnézni a Fermat tétellel, miután az 3x11x17, hogy az mindig áll ez bármilyen ára, mert például, mondjuk vegyük az utolsó sort, A az 561-en, az ugyanaz, mint A 16-on a 35-en, viszont A a 16-on moduló 17 az A-val egyenlő. Tehát akkor ez az A az 561-nek, és ugyanaz megy. Sajnos ahhoz, hogy megállapítsuk valamiről, hogy az Carmichael száme, valamilyen N, ahhoz fel kell tudni bontani primekre, tehát ez egy hátránya ennek, de az a következmény mindenképp van, hogy a Fermat ezt nem jó prim számok keresésére, hanem valamit trükköt még be kell dobni, és erre Miller és Rabin dolgozott ki egy tesztet. A Fermat teszt alapja volt ez a Fermat tétel, ugye? A Miller-Rabin teszt alapja alapvetően az, hogy
ha az A négyzet kongruens egy moduló P, akkor ugye ez azt is jelenti, hogy ha az egyet átvisszük a túloldalra, hogy A négyzet mínusz 1 az nullával kongruens moduló P, tehát a P osztja az A négyzet mínusz 1-et, azaz miután prim, vagy az A plusz 1-et osztja, vagy az A mínusz 1-et osztja, tehát igaz ez a kongruencia, hogy vagy plusz 1-el, vagy mínusz 1-el. Ezért azt kell csinálni, hogy az, ha az N tesztelendő szám van, az N mínusz 1-et fölírjuk úgy, hogy az mindenképp páros szám, mert az N nem lehet prim, hogyha önmaga páros lenne, az N páratlan, tehát az N mínusz 1 az páros lesz, írjuk fel, mint egy kettő hatvány szorozva egy páratlan számmal, és ha így fölírtuk, ugye annak mindenképp teljesülni kell, ha az N prim, hogy a A az N mínusz 1-en mínusz 1-et osztja az N. Ez a Fermat-tételből következik, ha az N prim. Viszont miután az N mínusz 1 az egy páros szám eleve, azt föl tudjuk bontani a régen tanult A négyzet mínusz B négyzet alapján, vagy A plusz B meg szor A mínusz B, és ha ez még mindig páros szám, ez az a mínusz egyes, akkor ezt tovább tudjuk így bontani egész addig, amíg eljutunk az A az R-edikenig, és ha N prim szám, akkor ennek a szorzatnak valamelyik tagját osztja. Nyilván, ha összetett szám, akkor lehet, hogy az egyik része az egyiket, a másik része a másikat, de ha prim, akkor valamelyiket osztja, azt tuti. És akkor ez a Miller-Rabin teszt, hogy tulajdonképpen vegyünk egy N véletlen szám, páratlan számot, nézzük, bontsuk fel az N-1-et úgy, hogy kettő hatványszor egy páratlan szám, vegyünk egy olyan A számot, aminek a legnagyobb közös osztója az 1, az N-hez képest, és utána nézzük meg, hogy az A az N-ediken mínusz 1 az, ha nem egyel kongruens, akkor már a Fermat-tétel miatt jön, hogy az N összetett szám. Ha viszont egyel kongruens, akkor nézzük meg, hogy a egyel kevesebb, kisebb mínusz hatványra plusz vagy mínusz 1 legyen-e. Tehát ez volt itt az alap. És ha ez nem teljesül, akkor N összetett szám, és ezzel egészen menjünk el addig, amíg páros hatványunk van. Ekkor, ha ezen minden lecsökkentettük, és mindig teljesült ez, akkor ez valószínűsíti, hogy az N prim szám. Ha minden ára átmegy a Miller-Rabin teszten, akkor az N prim szám, ez a tulajdonsága már csak a primeknek van meg. Ennek a bizonyítását most átugrom, de a lényeg az, hogy ha összetett szám lenne, tehát az N az N egyszer N2 lenne, és mind a kettő nagyobb, mint egy egész szám, és relatív primek, akkor ki lehet hozni, hogy létezik olyan, amelyekre nem megy át a teszten. Nagyon egyszerű, ennyi összesen a bizonyítás, tehát nem egy hosszú, csak most nem akarom az időt ezzel húzni. Akit érdekel, majd megnézi, ez is az a kategória. Nyilván, ha P prim, akkor meg átmegy a Miller-Rabin teszten, ez itt láttuk. És még az is lényeges, hogy ez elég gyors, ha N a szám, tehát itt az N az mondjuk 2 az 1024-en, akkor ennek a log 2N az ugye a hossza az 1024, annak a köbe szorozva valami, amilyen műveleteket itt kell végezni, meg nem mindegy, hogy milyen programnyelven, milyen ügyesen programozunk, de hát erre mondjuk mindig azt, hogy ordó ennyi, ha még emlékezik valaki az egyetemen, hogy ezt a jelölést használtuk. Hogy viszonylag könnyű bizonyítani ugyanazzal a technikával, amit az előbb elmondtam, hogy ha N összetett szám, akkor az összes N hosszú számnak legalább a fele az tanú, az megmutatja, hogy összetett szám az N. Tehát az összes 2 az 1024-en féle átválaszthatunk, ennyit választunk, iszonyú sok, annak a fele legalább megmutatja, tehát ha véletlenül választunk, akkor 50% eséllyel jót
jót választunk. Ez például benne van magyarul is ebbe az Algoritmusok című könyvbe, hát egy olyan másfél oldalas kis bizonyítás, mert egy kicsit bonyolultabb, mint az előző, mert itt ilyen sok-sok tétel, sok-sok részt kell végigbogarászni, hogy hol bukik meg a dolog. Egyébként ennél sokkal erősebb állítás igaz, ha n összetett szám, akkor háromnegyed, nem csak egy-kettet, háromnegyed valószínűséggel találunk átanút az összetettségére. Itt van például egy hivatkozás arra, ahol itt ezt egy először Monnier és Rabin 1980-ban bizonyította be ezt az állítást. A witness ugye az a tanú, tehát akkor háromnegyed valószínűséggel, tehát ha átmegy a teszten, akkor csak egynegyed a valószínűsége, hogy tévedünk, hogy azt mondjuk, hogy ez prim, ha átmegy a teszten. Még ennél is sokkal erősebb állítás van, ezt nem olvasom végig, tehát még ennél is sokkal jobb, de azt szokták venni, hogy háromnegyed, tehát egynegyed a tévedés valószínűsége, ha átmegy a Miller-Rabin teszten. Még egy kis számolást, majd akit érdekel, megnézheti, hogy például az 561, amitről láttuk, hogy Carmichael szám, tehát a Fermat teszten átcsúszik, itt nem csúszik át, de hát azt az előbb a állításból is láttuk, hogy az összetett szám nem csúszik át, de itt kis mintapéldán látjuk is, hogy a 561 mínusz 1 az 35-ször 2 a negyediken, itt van kiszámolva a 2 a 35-en, moduló 561 az 263, a 263 négyzete a 166, annak a négyzete 67, és ez a teljes szám, az tényleg egy, de már egyel visszalépve már az nem lesz se plusz egy, se mínusz egy, tehát az összetett szám, ezt megmutatja ez a Miller-Rabin teszt is. És akkor a prim keresés az olyan nyilván, hogy választunk nagy véletlen páratlan számot, ez az n. Általában úgy szokták gyorsítani, mert ez még gyorsabb, hogy az első valahány, mondjuk az első 1000, első 10000 primmel leosztják, megnézik, hogy ha azon megbukik, akkor nem eresztik neki azért az ennél lassabb Miller-Rabin tesznek, és ha ezen átment, nem osztható az első valahány primmel, akkor választanak egy át, megnézik, hogy teljesül-e euklideszi algoritmussal, hogy a LNKO-juk az 1, és egészen elvégzik a tesztet, és ha átment ezen, akkor új átválasztanak egész addig, amíg azt a küszöbértéket elérjük, amire ilyen biztonsággal szeretnénk azt mondani, hogy ez a n szám, ez prim. Ma ez majd látni fogjuk még, ez a biztonság, amit elvárnak, ez 2 a mínusz századikon. Ezt várják el, hogy senki nem érzékeli szerintem, aki nem gondol bele, vagy nincs ilyen rutinja, hogy milyen pici szám ez a 2 a mínusz századikon. De ha azt gondoljuk, hogy mondjuk egy lottó nyeremény, hogy ötösünk legyen, az 1 a 44 millióhoz nagyságrendileg, az körülbelül becsüljük úgy, hogy 2 a mínusz 25-en. Ugye a millió az a 2 a 20-on, tehát ez 2 a mínusz 25-en. Ez azt jelenti, hogy ha lottoznánk 5 fix számmal, 4 egymás utáni héten ugyanazt az 5 számot húzzák ki. Ezt azért érzékeljük, hogy baromi pici, ezt a kockázatot azért fel lehet vállalni. Azt hiszem, de mit kell csinálni ahhoz, hogy a 2 a mínusz századikon elérjük? Azt kell, hogy ugye ha egynegyed valószínűséggel egyára egynegyed valószínűséget ad, akkor 25-ször, ha elvégezzük ezt, akkor érjük el a 2 a mínusz századikon esetet. Ez egy válasz, az egy első kérdésedre, vagy valahányadik kérdésedre van egy válaszunk. Igen ám, de mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlen számnül választott 1024 bites szám az prim legyen? Mert ha az barom is kevés van, és nagyon sokszor kell elvégezni, akkor ez is nagyon lassú, lehet, hogy lehetetlenül lassú, ha nem találunk igazán primet, mert mindegyik szám kiesik, hogy összetett, ugye? Hát erre az előbb Bidián említett prim számtétel ad választ, hogy egy 1024 bites számra, vagy egy x bites számra ki lehet számolni, hogy az durván 1 per x szer ln 2 a valószínűség. Ezt ha átszámoljuk,
512 bites számra minden 355-dik, 1024 bites számra minden 710-dik 2048-ban, minden 1420. Tehát körülbelül 1024 számot kell választani, hogy találjunk egy prímet. Az nem olyan lehetetlen eset. Ezt egyébként itt van a hivatkozása, onnan kivettem. Itt idővel is megvolt, hogy 20-szor elvégezve a Miller-Rabin tesztet, az még ugyan 2 a mínusz 80-on hiba határt ad meg. Régen ez elég volt, a régi szabványok szerint, de akkor mondjuk a 1024 bites számokra 210 másodperc alatt lefutott, és ő éppen 504 véletlent után megtalálta. 500, egy kicsit jobb lett az arány, de hát ez statisztika. Na, akkor gyorsan szaladjunk neki annak, hogy az átkérdésre válaszoltunk, de a milyen matematikai módszerek vannak. A faktorizálást is két ágra kell bontani, rossz paraméter választás esetén, vagy jó paraméter választás esetén. Most még nem tudjuk, mi az, hogy rossz paraméter választás, de mindjárt azért néhány ilyet látunk majd. Aztán majd Norbi még ki is egészíti a mással is azt, amit mondom. A legtriviálisabb az, hogyha a P és a Q nagyon közel van. Egyszer a barátaimmal auditáltunk egy nagy banki rendszert, egy pont az RSA-t valósították meg, megmondták a nyilvános kulcsokat, és két perc múlva visszaadtuk a prímeket. Kiderült, hogy hát szóval teljesen paffok voltak, nem értették, de hát ezt a klasszikus dolgot megnéztük, hogy közel van-e a P és a Q, amit úgy lehet megnézni, hogy ennek a gyökétől elkezdjük léptetgetni páratlan számokat kettesével, és hát megtaláltuk. És mi volt a lényege a dolognak, hogy a programozó egy nagyon súlyos hibát követett el. Úgy csinálta, hogy vett egy nagyon nagy véletlen számot, nem tudom az éppen hány bites volt, azt hiszem még 512 bites volt, vett egy 512 bites páratlan számot, megnézte Prime Miller-Rabin teszt, ha nem, kettőt hozzáadott, ment tovább. Végre megtalálta a P-t, kettőt hozzáadott és kereste a Q-t. Természetes, hogy közel volt a P és a Q. De ez egy programozói hiba. Csak éppen a programozónak senki nem mondta, hogy erre figyeljen. Ugye, tehát ez lehet programozói hiba, de lehet csapda is, erről még egy-két szót fogok később is szólni. Mert olyan csapdák is vannak, hogy nem ismerjük föl, tehát ami átmegy ez. Vannak különböző eljárások, a P-1, Q-1-nek nincs nagy prímosztója, és így tovább még csomó ilyen feltétel van, amire annak idején a Rives, amire érdemben nem gondolt, hogy hát ez veszélyezteti, hogyha csak kis prímosztói vannak, és itt jön elő a kicsi D, ami nem csak azért veszélyes, mert ki tudjuk esetleg próbálni, hanem azért is veszélyes lehet, mert faktorizálni tudunk, ha annál több ugyan, mint amit ki tudunk próbálni. Itt majd látni fogjuk, hogy a konkrét bizonyítás van arra, hogy a negyedik gyök N, tehát ha 1024 bites nem, 2048 bites a modulusunk, annak a negyedik gyöke az 512 bites szám. Akkor már tudunk faktorizálni, kipróbálni nem tudunk kettő az 512 bites számot. Tehát az más matematika van mögötte. Ugye a jó paraméter választásnál mekkora ennet tudunk faktorizálni? Volt a másik kérdés, lehetséges-e, hogy a faktorizációnál gyorsabb módszer van arra, hogy meghatározzuk a fi ennet például. Ez triviális, hogy nem lehet gyorsabb módszer, mert ha valaki tudna egy gyorsabb módszert a fi ennre, azaz a P-1-szer Q-1, ugye meg tudná gyorsabban határozni és ismerni a számot, és ismerni az N-et, a P-szer-Q-t is, akkor ez két ismeretlenes egyenlet a P-Q-ra kettő darab. A P-1-szer-Q-1-et is ismeri, meg a P-szer-Q-t is. És ezt egyszerűen egy másodfokú egyenlettel megoldja. Tehát nincs gyorsabb módszer, ez bizonyítható. És ugyanúgy bizonyítható, az egy kicsit bonyolultabb módszer, hogy a D-t se tudhatja valaki gyorsabban megoldani, mint a faktorizálás, mert ha tudná, akkor tudna faktorizálni. Tehát nem tud gyorsabb módszer találni rá, ez csak egy ilyen.
És lehetséges-e a FIND meghatározása? Erre látunk majd egy-két rövid példát. Ha kicsi az E, akkor lehet, például E egyenlő 3-nál. Nem kell faktorizálni, és sokszor meg tudjuk mondani az üzenetet, nem minden esetben, de sokszor. Vagy lehetséges, ha a üzenetek tere az kicsi, tehát mitén lehet 1000 üzenet, akkor azt ki lehet próbálni, mert titkosítani tudok, és meg tudom nézni, hogy az lett lekódolva. Hát általában ez egy ritka eset, de még sok más eset van. Ezt az egyet fogom elmondani így hosszabban, a többit nem, mert idő nincs, de nagyon szellemes, ha P-1-nek nincs nagy prímosztója. Egyébként ezek nekünk kézzel, meg számítógépe is még csillagászati nagyok ezek a számok, de a N-hez képest nincs nagy prímosztója. Akkor Pollard dolgozott ki egy faktorizációs módszert még a RSA előtt, 1974-ben. Ez első állítás az az, hogy ha ismerjük P-1-nek egy nű többszörösét, akkor P visszaállítható. Ez nagyon egyszerű, itt van a kis sor, tehát ha ismerjük P-1-nek egy nű többszörösét, akkor bármilyen olyan ára, ami nem többszöröse a P-nek, az A a nüediken, ami egyébként az, hogy a P-1-szer valami a nü, ugye, mert a P-1 többszöröse a nü, de hát az A a P-1 az 1, tehát akkor az A a nüediken is 1 egyenlő, viszont ha az A a nüediken 1, akkor az A a nüediken mínusz 1 az osztható P-vel, az a P-nek egy többszöröse, valami K-szor P. Az N pedig P szer Q, ezért a legnagyobb közös osztója az megadja a P-t vagy a Q-t, tehát attól függ, hogy éppen melyiket. Ha tudunk ilyen iszonyú nagy számokkal gyorsan legnagyobb közös osztót számolni. Most gondoljunk az első valahányadik diára, hogy mekkora számok vannak, és annak a legnagyobb közös osztóját tudjuk-e gyorsan számolni. De akkor az első állítást igazoltuk, hogy ha ismerjük a P-1 többszörösét, akkor tudunk faktorizálni. A második állítás, hogy a P-1-nek, ha csak kis prímosztói vannak, akkor a nőnek is tudjuk kiszámolni egy többszörösét. A nő kitalálására, tehát a P-1 többszörösének a kitalálására az van, hogy válasszunk egy B-korlátot, ez egy jó nagy szám, tehát nagyon nagy szám, erre gondoljunk, és számoljunk azt a nűt, az lesz az a tippünk a P-1 többszörösére, hogy vegyük az összes olyan prímet, Q-prímet, ami kisebb ennél a nagyon nagy P-számnak, és minden Q-ra számoljuk ki azt a maximális KQ értéket, aminek a hatványa is még kisebb, mint B. Tehát ezek a számok mind kisebbek, mint B. Nyilván, ha a Q 3, akkor ez a KQ nagyon nagy szám. Ha meg ez majdnem akkora, mint a B, olyan nagy prim van, akkor 1 a KQ. Tehát, hogy ez a hatvány kisebb legyen. Most, ha a P-1 minden olyan szám, hogy csak kis prímosztói vannak, csak B-nél kisebb prímosztói vannak, és a P-1 fölírható B-nél kisebb prímosztók valamilyen hatványaként, akkor nyilvánvaló, hogy ez a nű, ez többszöröse lesz ennek. Mert itt csak nagyobb számok vannak. Hát, ha jó B-t találtunk, vagy olyan a P-1, hogy csak kis prímosztói vannak. Ugye? Tehát a kicsit itt most arra gondolunk azért, hogy azok jó nagyok, de a N-hez képest kicsit. Tehát ez világos, ez a két állítás mondja, hogy hogyan lehet faktorizálni. Hát így lehet, ezt itt az algoritmus le is írt. Ja, maga az algoritmus művelet igénye az a B-szer, log B-szer, a log N négyzet meg log N köb, az N szám és a B. És akkor mindenki tud játszani, hogyha én el tudok végezni 2 a 40-en műveletet mondjuk, vagy sok géppel 2 az 50-en műveletet, akkor, és az N az ekkora, akkor mekkora lehet a B, hogy az beleférjen nekem egy napba, egy évbe, mennyi időt szánok rá. Tehát lehet játszani, de ezek jó nagy számok azért. Ja, bocsánat. Itt jön a következő kérdés, hogy igen ám, de hogyan generáljunk olyan P-primet, hogy a P-1-nek ne legyen csak kis prímosztója.
hanem legyen nagyon nagy primosztója a P-1-nek. Van-e valakinek valami tipje? Hogy tudunk ilyen primet generálni? Mert ez már nem megy úgy, hogy veszünk egy nagy számot, Miller-Rabin teszt, és ha kijön, hogy prim, utána a P-1-et hiába számoljuk ki abból, azt nem fogjuk tudni faktorizálni. Várjunk, ez így tökéletes, erre szokták, ugyanez, csak az egyik primre a kettőt szokták venni, tehát ha veszünk egy nagy primet, ami már prim, ilyen nagyságrend, megszorozzuk kettővel, hozzáadunk egyet, ugye, az lesz a P-nk, mert akkor a P-1 az már jó lesz. Nem, kettővel osztható, de itt az van, hogy nem csak kis prim osztója van. Tehát legyen egy nagyon nagy primosztója. Nem kell, hogy nagyon kicsi, szóval nyilván, de legyen egy nagyon nagy primosztója, ami nem fér bele ebbe, hogy kisebb, mint B. És ez így teljesül, és akkor itt nagyon szép, a Sophie Germain foglalkozott annak idején azzal, hogy 2P plusz 1 alakú primek, hány van, szép képletet mondott, és ez egy nagyon szép matematika, de a lényeg az, hogy ezt a P-1 módszert tovább javították, úgy, hogy két határ van, és van egy sokkal nagyobb határ, annál minden prim kisebb legyen, és van egy kisebb határ, ez a B1, aminél a többi kisebb legyen, és akkor még sokkal nagyobb primeket tudnak faktorizálni. Tehát ez van, és még van egy olyan, hogy ugyanezt a módszert átalakítva a P plusz 1 módszert 1981-ben dolgozták ki. Ha a P plusz 1-nek csak kis primosztója van, de itt ilyen 10 a valahányadikon az a kis primosztója, akkor is tudják a N-et faktorizálni. De most erre már sokkal bonyolultabb ilyen ügyes trükk, hogy szorozzuk meg valami, adjuk hozzá egyet, erre már nem igaz, hogy P plusz 1-nek se legyen, meg a P minusz 1-nek se legyen, ez már egy bonyolultabb, de kidolgoztak erre is algoritmust. De hát ezért ez már sokkal bonyolultabb. Az euklideszi algoritmus kell ahhoz, hogy ugye itt fölmerült az a kérdés, hogy hogy lehet kiszámolni, az kell, hogy faktorizálni tudjunk, hogy ki tudjuk számolni a legnagyobb közös osztóját két baromi nagy számnak. Ezt az euklideszi algoritmussal lehet kiszámolni, ezt most megint átugrom, nem megyünk bele, részben sokan ismerik, részben aki nem ismeri, el tudja olvasni, itt szerintem érthetően le van írva, kis példával, általánosított euklideszi algoritmussal. Nagyon érdekes, hogy ez a euklideszi algoritmus, hogy itt csak le van írva, de hogy milyen gyors az euklideszi algoritmus, az úgynevezett Fibonacci számokkal írható le, és el lehet ezt olvasni, átugorjuk, mert az idő nagyon szalad. Ilyen egyszerű, tehát nem bonyolult tényleg, csak egy és nagyon szép matematikája van. A végeredmény az, hogyha a két számom van, az A és a B, és a legnagyobb közös osztóját akarom meghatározni, akkor a B, a kisebb számnak a tízes számrendszerbeli jegyeinek az ötszeresénél nem kerül több művelet igénybe. Itt van a levezetés, akit ez a szép eredmény érdekel. A lényeg mégis az, hogy hiába van ilyen iszonyú nagy számaim, hiába vannak, hogy kettő a ezrediken, annak nagyon gyorsan meg tudom a legnagyobb közös osztóját határozni, ezért működik a P-1 faktorizációs módszer. És akkor eljutottunk oda, hogy hibás paraméterválasztás nem csak ugye a P-nél mondtuk, hogy tudnak faktorizálni a P-1-nek, csak kis primosztója, a P-1-nek csak kis primosztója. Most nézzük az E-t. Kicsi E-re ugye ez előnyös lenne, de ha például kicsi az M, méghozzá olyan, hogy a köbgyöke az N-nek, a méretének a köbgyökénél kisebb az üzenet. Tehát ha például 1024 bites modulust veszek, annak a köbgyöke az valami 350 körül van, tehát 350 bit körül van a köbgyöke, akkor viszont nem modulus számítás lesz, hanem egyszerű köbgyök számítás,
üzenetnek a harmadik hatványából vissza, ha azt valaki ismeri, visszakapni az üzenetet. Ugye világos? Amit meg tudunk csinálni a köbdiok számítás. És akkor rögtön egy másik kérdésedre is válasz, hogy az egyenlő 3 mellett, ha 160 bites hash-t, vagy 256 bites hash-t egyenlő 3 mellett aláírunk, nem jó. Vagy a AS kulcsot, vagy akármit. Ha nem csinálunk még valami trükköt. Egyébként több más támadás van egyenlő 3 mellett, ezt is a közé sorolom, amit olvasson el, akit érdekel. De a lényeg az, hogy biztonságosnak tekintik ezekre a támadásokra az E egyenlő 2 a 16-on plusz 1 választást. Ez biztonságosnak. Tekintik és gyors is viszonylag, mert itt viszonylag kevés szorzás kell, csak sok négyzetre emelés. És itt jön, amiről előbb jól megsejtetted, csak ez egy erősebb tétel, hogy ha a kicsi a D, akkor is tudunk faktorizálni, de azért ennek lényeges erősítései vannak, ma a N gyökénél nagyobbnak kellene lenni a D-nek, ami nagyon nagy szám, tehát egy 2048 bites N-re 1024 bites D-t kéne választani, annál nagyobbat kéne választani, hogy biztonságos legyen. A kínai madaradéktétellel jobban jár a megoldó, mint ezzel. Üzenetek megismerése, faktorizáció, FIEN vagy D meghatározása nélkül. Ez egy elég meglepő kérdés. Bár hát az előbb a köbgyöknél ugyanez jött elő, hogy anélkül tudnánk. Itt előjön egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha az paraméter, a konstelláció pont olyan, hogy amikor fölemelem az üzenetet az E-dik hatványra, az a titkosított üzenet, az pont az M, hát akkor ott van. Ugye? Hát már miért lenne pont az M, gondolja az ember. Ugye? Miért lenne pont az M? De hát azért megnézték. Áron az előadásában ezt a kis példát vette, onnan vettem ki ezt te előadásodból, ahol P egyenlő 13, Q egyenlő 11 volt a kis példád. Ugye? És erre például megnéztem, hogy hány üzenet különböző E-kre fix pont. Erre olyan E, amire 9 fix pont van, 9 üzenet, mindenki tud kettőt rögtön, hogy az fix pont. A nulla üzenet, meg az egy üzenet, ugye az fix pont, az látszik. De van még 7 fix pont, 6 erre. De a legrosszabb az, hogy van olyan E, ahol minden üzenet helyben marad. Két olyan E érték van, ahol több mint 50% az üzeneteknek helyben marad. Azért ez nagyon meglepő, remélem mindenkinek. És nem kell faktorizálni semmit, ugye, ezekhez. Na de hát aki egy kicsit olvassa a szakirodalmat, és beleütközik a Blackley-Boros fixpont tételébe, annak már ez nem lenne új. Ami azt mondja ki, hogy a fixpontok száma az egy meg a legnagyobb közös osztója az E-1, P-1-nek, azt ugye tudunk számolni az előző diák alapján, még baromi nagy számokra is. Szorozva egy meg LNK-olja az E-1, Q-1-nek, miután a P az páratlan, P-1 páros, az E is páratlannak kell lenni az LNK-os feltétel miatt, az erre vonatkozóan, tehát az is páratlan, tehát E-1 is páros, tehát az LNKO E-1, P-1 az legalább 2, ez legalább 3, ez is legalább 3, ezért van az, hogy mindig bármilyen paramétereket választunk, legalább 9 üzenet az fix. De ha szerencsétlen, ennek a bizonyítását például itt meg lehet találni, ennek a tételnek a bizonyítását, de ha szerencsétlen E-t, P-t, Q-t választunk, nem, ha szerencsétlen E-t rögzített PQ-ra, például az E egyenlő FIEN plusz 1-et választjuk, akkor az összes üzenet fix, bármilyen PQ-ra. És akkor nem csináltunk semmit tulajdonképpen. Tehát erre azért vigyázni kéne. Várjál, itt minden üzenet helyben maradott. Hát ugye kettőt mindig tudunk, hogy az a nulla és az egy, és a többit, hát én nem vizsgáltam, nem olvastam, hogy milyen az eleszlása. De azért ez látszik, hogy azért bizonyos dolgokat azért még meg kell gondolni itt az RSA kapcsán, ugye?
Én például úgy választanék E-t, nem, P-t és Q-t, bocsánat, hogyha az E az a előbb a javasolt 2 a 16-on plusz 1, akkor jó lenne, hogyha a P-1 az olyan lenne, hogy kétszer egy páratlan szám. Meg a Q- is olyan lenne, hogy kétszer egy páratlan szám, mert akkor mindig minimális 9 a fix pontok száma. Nem ütközhetünk meglepetésre. Van egy másik ilyen is, a Simons féle támadás, ami azt mondja, hogy a támadó azt is megcsinálhatja, hogy ugye ismeri a nyilvános kulcsot, lát egy titkosított üzenetet, ami M az E-diken, ő ezt nem tudja megállapítani rögtön, hogy mi volt az üzenet, de tovább tudja rejtjelezni. Mert az E-t ismeri, tehát a C-t föl tudja emelni az E-dik hatványra. Ezt az egészet megint az E-dik hatványra, stb. És ha talál egy kört és visszajut a C-hez, akkor az előző az volt az M üzenet. Ugye ez mindenkinek látszik. Hát az a kérdés, hogy milyen hosszú ez a kör. Ez működik vagy nem működik. Szintén az Áron példáját vettem elő, ez egy olyan jó kis példa. Ebben, hát ez viszont már nagyon üzenetfüggő, tehát például, ha az E, mondjuk az E 13, akkor a 34-es üzenetnél már a következő az rögtön visszaadja. De négy hosszúnál nem is volt több a próba üzeneteknél, hogy négy lépés múlva visszajutottunk, és az előző volt az M. Tehát nagyon gyors. Most ezt is persze matematikailag kidolgozták, Super Encryption etteknek hívják ezt, és erre az jött ki érdekes módon, hogy ha a P-1-nek a legnagyobb prim faktora, rát RP-vel jelöljük, a Q-1-nek RQ-nak, és az RP-1-nek, tehát a P-1 legnagyobb prim faktorá, minusz 1-nek a legnagyobb prim faktorát jelöljük TP-TQ-val, akkor az iterációk száma nagyobb, mint TP-szer TQ, ebből jött az a következtetés, hogy nem csak, hogy a P-1-nek legyen nagy prim faktora, hanem ennek a prim faktor minusz 1-nek is legyen nagy prim faktora. Mert különben a Simons módszere az működik. Itt most ugrok, mert nagyon eltelt az idő, és szeretnék még Norbinak is időt hagyni. Ha kicsi az üzenet, vagy rosszul, a séma az rossz, és rosszul darabolják, itt volt egy ilyen hacker versenyen egy ilyen példa, de amit akarok megmutatni, az a RSA-nak van egy tulajdonság, ezt homomorf tulajdonságnak hívják matematikában, vagy üzenettartó leképezés, tehát a encryption-je az M1-nek, szorozva az encryption-je az M2 üzenetnek, az ugyanaz, mint a két üzenet szorzatának a titkosítása. Ez a homomorf tulajdonság, és ez például a textbox attack módszert használja ki, ami bizonyos méretekig egy nagyon hatékony módszer. Például, hogy egy bizonyos kommunikációkban a webbrowser úgy megszólítja a szervert, hello, az visszajelez, elküldi az ő nyilvános kulcsát, őneki ugye megvan a D-titkos kulcsa, és ő rejtjelzi ezzel a K kulcsot, ami után majd ezzel fognak szimmetrikus kulccsal rejtjelezni, ugye? És ha például klasszikusan a DES esetében 64 bites volt ez a kulcs, akkor a támadó látja a C egyenlő K az E-diken értéket, ahol a K az egy 64 bites szám, de ha a K-t fölbontjuk két részre, az egy véletlen kulcs. Fölbonthatjuk K1-szer K2-re úgy, hogy mind a kettő valahol a gyök körül van. Hát várhatóan ez egy véletlen szám, és sok kis primosztója van, ezt ki lehet keverni várhatóan. Akkor tudjuk, hogy a C per K1 az E-diken, az a K2 az E-dikennel egyenlő, a homomorf tulajdonságból. És akkor egy adatbázist építenek, a C per 1 az E-diken, C per 2 az E-diken, és így továbbból. Tehát a gyökéig mindent lerejtjeleznek. És utána már csak meg kell nézni, hogy valamelyik az a K2-e. És ezek nem irreális nagy számok. Gyakorlatilag ez 2 a 40-en művelet igényből, ami jóval kevesebb, mint a DES-nek a törésére kellene
az RSA tulajdonságait föl lehet használni. Ez tulajdonképpen 80 bitig is elvehet, tehát a K-kulcs 80 bites, a 80 bites üzenetet így rejtjeleznek, akkor ez a homomorf tulajdonságból adódik. Következtetés, erre is meg sok másra fel kell tölteni a üzenetet. Ha lehet rövidebb üzenetet adni, hash-t lehet, ugye RSA-val kódolni hash-képet, mert csak úgy tudunk aláírni, de föl kell tölteni valamivel. Ne hagyjuk meg 160 bitnek se, meg pláne ne hagyjuk meg rövidenbe, hanem paddingeljünk, föl kell tölteni. Itt van még néhány olyan, amit átugrok, ami szakirodalomban szerepel, de nem érdekes, de amit itt érdekesebb, az a korábbi szabványnak a törése, RSA PKCS 1.1.5 szabványnak a törése, ami már azért érdekes, mert paddingolták is a dolgot. Az volt ez a szabvány, csak nagyon röviden, hogy van egy M üzenet, és azt úgy rejtjelezték le, hogy tulajdonképpen írtak az elejére egy hexa 0.0, hexa 0.2 bájtot, hogy az üzenettől elválasszák, ide egy hexa nullát írtak, és feltöltötték, paddingolták véletlen elemekkel, és utána ezt az egészet, ezt rejtjelezték le, hát ott 1024 bites RSA-t használták, a szerver nyilvános kulcsával. Tehát ennek az egésznek a M az eldiken hatványát vették. És a protokoll az az volt, hogy a kliens ismeri a szerver nyilvános kulcsát, ugye titkosítja ezt a nagy M üzenetet, de ezzel az egésszel, a paddingeléssel együtt, és a szerver megoldja, megnézi, hogy az eleje így néze ki, ha nem, akkor visszaírja, hogy jó, rossz az üzenet, küldjük újra valami hibát, szóval hibás volt a vonal, vagy bármi. Na hát ezt lehet kihasználni. Blechenbacher 98-ban a Million Message Attack-be, itt lehet elolvasni a bizonyítást és a pontos leírást, az volt a lényege ennek, hogy ugye a támadó választ egy véletlen R számot, ő ismeri ezt az M az E-diken értéket, az M-et nem. De a véletlen számmal beszorozza az R az E-diken szer C-t számolja, ami az R szer M az E-diken, ez a homomorf tulajdonságból adódik, és ezt elküldi a szervernek. Jó eséllyel a szerver visszaír, hogy rossz, mert nem az lesz az elején, amikor megoldja a D-edik hatványra emeli ezt a C-veszőt, nem az lesz, hogy 0002. És ebből az R-rel való játékokból, 1 millió üzenetből vissza tudja állítani a nagy M üzenetet, vissza tudják állítani. Pedig itt paddingeltünk is. Ez itt pontosan leírja, ezt aztán még tovább fejlesztették, még hatékonyabb volt, és aztán nem volt más, kihozták a kettes verziót, és átálltak a SSL-ről a TLS-re, és a OAP más padding rendszerre átálltak, annak ez volt az őse ennek a dolognak. Még mindig itt tartunk, de most már a végén. Vannak a megtévesztéses etteket, ezt átugrom megint, olvass el, akit érdekel, hogy lehet becsapni, ez már a használatra vonatkozik. Pont a homomorf tulajdonságból becsapni a címzettet, kicsit hasonló az előzőhöz, csak sokkal direktebb becsapás létezik. A hash-nek a támadása az nem a mi asztalunk, hogy lehet ugye a hash-t hamisítani, az most nem a közvetlen az RSA-ra tartozik, de hogy lehet a digitális aláírást hamisítani, a faktorizáció meg az egyebek nélkül. Itt csak a gondolatot mondom el szintén, és olvass el mindenki, akit érdekel ez, de ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy tegyük föl, hogy a T támadó aláírja valaki, hamisítani akarja valakinek az aláírását, a saját dokumentumát akarja aláírni, mintha az illető írta volna alá azt a dokumentumot, és tegyük föl, hogy ismeri sok üzenetnek az aláírását. Tipikusan ez az eset, és pontosan nem tudni, hogy történt, de amikor vírustámadások tömege volt úgy, hogy a Microsoftnak a aláírt vírus frissítései betették bele a vírust, az például egy ilyen lehetőség, hogy
iszonyú sok aláírt üzenetet ismertek. Tehát tegyük fel, hogy nagyon sok aláírt üzenetet ismerünk, és akarunk mondjuk a Microsoft helyett mi aláírni. Ki kell választani sok olyan aláírt üzenetet, aminek a aláírt üzenet, azt ha faktorizálni tudjuk, az csak kis primosztókkal rendelkezik. Tehát itt van egy példa, hogy az MD5 üzenete, egyébként a Microsoft ott, ahol csaltak, ott a MD5-tel írt még alá, ennek a kis üzenetnek az MD5 képe az ez a hosszú, de az faktorizálható így. Hát azt senki nem vizsgálja, hogy egy üzenet hashképe az faktorizálható-e. Ha nagyon sok üzenetem van, akkor szerencsével találhatok olyat, hogy csak kis primfaktora van. A kicsit itt azért elég nagy számokra gondoljunk, de a 3-5. 11-re. Gondoljuk. És akkor a támadás alapja hasonlóan a homomorf tulajdonság. Ismerünk MI üzeneteket, amik minden primosztója kisebb, mint B. És mi meg akarunk egy üzenetet hamisítani, bármilyen üzenetet. Játszani kell az üzenettel addig, ilyen szóközökkel. Van az üzenetem, de beteszek szavak közé még plusz szóközeket, nem egy, hanem két szóköz. Amíg az én üzenetem hashképe is faktorizálható, úgyhogy ugyanazok a csak kis primosztói lesznek, és ebből akit érdekel, elolvashatja, kikeverhető az aláírás. Tovább ugrunk, de talán el lehet képzelni, hogy ebből kikeverhető az aláírás. Ezért is fontos, hogy hosszú hashképek legyenek, hogy kicsi legyen a valószínűsége. És akkor itt jött a te általad említett sidechannel-attack, ami egy teljesen más módszer a sidechannel-attack. Annak is sok dolga van, de valahogy úgy kell elképzelni, hogy ha például mérni tudják egy chipkártyán, hogy a chip és a tápellátó feszültsége mennyi áramot vesz fel, akkor le lehet tapogatni a D-titkos kulcs bitjeit bizonyos pontossággal, arra meg külön módszerek vannak, hogyha nem minden bitet ismerünk, akkor már hogy tudjuk meghatározni az igazi biteket, hogy tudunk faktorizálni. Más módszer. Szintén ezt is majd, akit érdekel, olvassa el, a RSA támadás hibára készítettel, az OpenSSL támadták úgy, hogy a moduláris hatványozás végzése során hibás műveletre kényszerítették. Hogyan? Hogy egy kicsit levitték a tápfeszültséget 1,3 voltról 1,25-re, ezt találták legjobbnak, így az aláírások 88%-a helytelen volt, és ezeknek 12%-a egybites hibát tartalmazott, amiből viszont a sliding windows hatványozást algoritmusból vissza tudták állítani, mert az volt a baj, nem ellenőrzi az OpenSSL, hogy amit aláírt ő maga, az helyesen vissza kéne ellenőrizni, és csak utána szabadna kiküldeni. Mert akkor nem lehet ezt a fault attackot használni. Teljesen más, amikor ellopják a titkos kulcsot, ugye az egy teljesen más RSA támadás. Ezt Áron jól ismeri, hogy erre van az a magyar törvényben is, hogy SSCD használatát írja elő a törvény, hogy a common criteria szerint, megfelelő védelmi profil szerint értékelt terméknek kell lenni, amiből nem lehet kiolvasni a titkos kulcsot. Ez világos. Csapdák arra, hogy valaki meg tudja fejteni, rengeteg csapdát lehet beépíteni. Például, ha azt, amit az előbb mondta, hogy a P-t megtaláljuk, utána hogyan találunk út, ha egy képlettel találunk út, amit csak mi ismerünk, akkor nem igaz az, hogy faktorizálni tudunk a gyök körül, de viszont mi meg tudjuk oldani azzal a képlettel, egyszerű képlettel, mi vissza tudjuk állítani, ha mi állítottuk be a csapdát, mi a következtetés ebből, vagy mi írjuk meg a printtesztet komplet, vagy ha letöltjük valahol, akkor csak nyílt forráskód, és ellenőrizzük le, hogy az úgy működik, ahogy, mert különben nem lehetünk biztosak, hogy nincs benne csapda. Tehát ennyi erről. És akkor a faktorizáció fejlődése, nem úgy faktorizálunk, hogy a gyökéig osszuk le, teljesen meglepő módon faktorizálunk ma, keresünk XY számokat, aminek a négyzete kongruens,
és ha találunk, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk csinálni a faktorizációt, ide van leírva, hogy hogyan. Ezt nem mondom el, mert nem fér bele az időbe, hogy hogy tudunk ilyen XY-t találni. Ugye erről beszéltem, hogy nyilvánosságra hoztak ilyen számokat a RSA-sok. Ezek a faktorizációs időpontok, hogy a 100 decimális jegyből álló RSA számot faktorizálták 91-ben. Itt van egy kulcsszó, ez a MIPSIR kapacitással. Ez olyan, mint amikor a csillagászatban már nem tudták leírni, hogy ugye a Földön le tudjuk írni kilométerbe, hogy meg még a Holdat is le tudjuk talán írni, de a legközelebbi galaxis kilométerbe akarnánk leírni, akkor már áttekinthetetlenül sok számjegyet kéne hozzáírni, ezért kitalálták a fényévet, itt meg kitalálták a kriptográfiai kapacitásokra a MIPSIR-t, millió interception per second, és egy évig. Hogy hány műveletet tud egy év alatt, ha egy másodperc alatt egy milliót, ez például a 512 bites RSA-hoz 8000 MIPSIR kapacitás kellett, és hát ezen alapuló, csak egyre fejlettebb módszerekkel, és hát itt vannak azok, amiket pénzdíjakat kitűztek ezekhez. Itt, ha valaki megnézi, itt vannak, amik ma a leggyorsabb módszerek, hogy az N méretében milyen gyorsan tudunk faktorizálni. Nézzünk, és akkor ez lesz a, gyakorlatilag az utolsó rész, én szeretném 8:30 körül befejezni, hogy még legyen egy kis idő. 1988-ban az ITU szabvány, itt van fölírva a szabvány, azt mondta, hogy milyen követelmények vannak, ugye legyen, válasszunk a prímeket véletlenül, legyenek nagyok, a P-Q távolsága legyen nagy, P plusz Q rendelkezzen nagy primfaktorral, Q plusz, P plusz 1, Q plusz 1, P minusz 1, ezeknek a primfaktor, erről beszéltünk. Ez volt a érthető módon a követelmény 1988-ban. Ez az a időszak, amikor 512 bites modulust használtunk, az az időszak. És aztán fejlődött a faktorizáció, és egyre nagyobb prímeket kellett választani. Már nem volt elég a 512 bites modulus, hanem egyre nagyobb prímeket, és akkor vizsgálták a véletlen szám legnagyobb és második legnagyobb prímosztóinak az eloszlását. Ez egy szép matematika, ilyen szép integrál egyenletekkel ki lehet hozni. Akit érdekel, az nézze meg majd, hogy a táblázatot, de most átugorjuk. De az lett a következtetése ennek, hogy amikor átléptük az 1024 bites követelményt, már olyan pici volt a valószínűsége annak, hogy egy véletlen szám, véletlen prím mínusz egynek ne legyen nagy prímosztója, hogy el lehetett hagyni azt a követelményt, meg P plusz 1-nek ne legyen nagy prímosztója, annak olyan pici volt a valószínűsége. De ez az kellett, hogy az 512 bites modulusról tovább lépjünk. 1024-re, 2048-ra pláne. Többféle olyan követelmény van, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mik a követelmények, hanem nagyon komoly szakmai csapatok mondják azt meg sok-sok kutatás után, hogy mik a követelmények. Például ez a NSZ-nek a német szervezete, a BSI, 2008-ban, az előbb 1988-as követelményt láttuk, ez 2008-as követelmény, ahol azt írta elő, hogy a log P-log Q az ilyen intervallumba essen bele. Itt van egy olyan követelmény, amiről nem beszéltünk, ez egy más dolog, de ő is azt mondta, hogy az E az 2 a 16-on plusz 1, és egy ilyen szép nagy szám közé essen. Itt ezt csak azért vetítem ki, ez nem az RSA-hoz tartozik, hogy itt láttam először leírva azt, hogy a Diffie-Hellman kulcsegyeztetés legalább 2048 bites legyen. Tehát ebben a BSITR 0202 szabványban. Tehát ha valaki Diffie-Hellmant akar használni, akkor legalább 2048 bites használjon. Ezt itt olvastam, ezt ezért mentem. Egy másik ilyen, ez a NIST-nek a SP856B szabvány, ez 2009-es, tehát ez az amerikai szabvány, ahol
tulajdonképpen a, erre azt mondja, hogy ez a 2 a 16-on plusz 1 és a 2 a 256-on közé essen, ne legyen nagyobb, a, azt mondja, hogy a P és a Q eltérése, arra mond valamit, ami annyit jelent, hogy legfeljebb az első 99 bitje egyezhet meg, több nem, a P-nek és a Q-nak, akkor elég nagy az eltérése már. Itt van egy érdekesség, hogy itt leírja, hogy a P plusz 1, plusz minusz 1, Q plusz minusz 1 már nem követelmény. Mert itt már olyan nagy primekről vagy modulusokról van szó. És hát itt leírja, hogy a D-nek legalább a gyök ennél nagyobbnak kell lenni, és valaminél kisebbnek kell lenni. Az ecsinek a szabvány az 2011-es szabvány, itt azt mondja, hogy 2048 bitesnek kell lenni legalább a modulusnak. A hiba valószínűség Miller-Rabin tesztnél 2 a mínusz századikon, itt arra fölemelték, és a legnehezebben teljesíthető követelmény. Meglepő módon szerintem az, hogy hogyan válasszunk primet véletlenül, az legalább 100 bit szabadsági fokúnak kell lenni. Aki megpróbált programozással foglalkozni, 100 bit szabadsági fokút kihozni nagyon nehéz, ha nem valódi fizikai véletlen számgenerátort használ. Tehát a különböző processzekből, időkből, mit tudom én, miből próbálod kikeverni, messze nem lesz annyi, és nem felel meg a követelménynek. Tehát ez meglepő, ilyen elbújtatott sor a legnehezebb követelmény. Hát szerintem biztos, hogy ezek, amik be vannak vizsgálva, a HSM modulok, azok teljesítik. Csaba? Biztos. Biztos. Tehát azért használunk olyat. Értékelték. El kell olvasni az STJ-t. Azt jó van. Na, egyébként meg az van, hogy nem csak az aláíró algoritmus kell, a kulcsgeneráló algoritmus kell, a feltöltés, tehát a pendingelés, a hash függvény, meg minden egyéb nagyon fontos, és akkor ennek a ecsi dokumentumnak leírja ugyanazt, amit a BSI ír le a távolságokról. Ez annyit jelent, ha hát a logaritmusokat átszámoljuk, akkor a P per Q-nak ide kell esni, tehát a kérdésedre a válasz az jó, a P per Q egyenlő 2. Az egy jó választás. Ez meg azt mondja, ez a másik követelmény, hogy a P-nek, Q-nak olyannak kell lenni, hogy kettő, ha például N az 2000, hát ide 48-at kellett volna írni, elszámoltam, bocsánat, 48, akkor ugye a fele az 1024, akkor az 1019 bit és 1039 bit közé kell esni. Ennyi. Hát gyakorlatilag itt minden kérdésedre válaszoltunk, amit föltettél. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, ez egy kedvenc kis diácskám, ezt szeretem kivetíteni, hogy nem elég egy biztonsági szempont, a maga az RSA is olyan, de az RSA elég jól körbe van már most bástyázva, hogy amiről például ma beszéltünk meg a követelményeket, de az informatikai rendszer tele van ilyen kis ablakokkal, amivel ki lehet kerülni a legjobb, legerősebb titánium ajtót is, még ha az RSA az is. Szó volt múlt előadásom ugye a kvantumkriptográfiáról. Ez a kérdés az RSA jövőjében, a kvantumkriptográfia jelenleg azt a pont a te példádnak megfelelő 143-at faktorizálták, nagyobbat még nem tudtak, hogy az NSA a tervbe vett kvantum számítógépével hány bitet tud majd egybe tartani és a sor algoritmussal faktorizálni, azt nem tudjuk, de nem lehet úgy, mint a hagyományos számítógépen, hogy hiába 32 bites vagy 64 bites vagy 128 bites processzoromban tudok nagyobb számokkal dolgozni. A kvantum számítógép nem ilyen. Azt megépítik mitén hány bitre, akkor az annál nagyobb modulusú RSA-kat nem fog tudni faktorizálni, amíg nem építik meg az annyi bitest. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.